Vincent királynak. Igen. Kovács. Lest jeleztek a barcikai, a Gréci nincs lesen, és tehetik középre. 11-es. 11-est adott. 54. perc. A harmadik büntető, amit a Kazincz Barcika ellen ítélnek ebben a bajnokságban, pedig még csak a második fordulónál tartunk. Gréci esett el, 16-oson belül, büntető. Horváth mérlege jelenleg ugye 50%-os, ami a 11-es hárításokat illeti. Gyömbér büntetőjét megfogta Soroksáról, Lőrinci ugye berúgta neki. És most vajon mi lesz a helyzet Kovács Ádám büntetőjénél? Javul-e vajon a statisztika, és lesz-e 66%-os a 11-es hárítási mutatója majd Horvátnak? Ez egy nagy esély tehát. Kovács Horváttal szemben, és a másik oldalra mozdul Horváth. Kovács a jobb irányba, jobbra rúgja. Tehát egyenlét a Békés Csaba egy 11-es góllal. És cseréhez is készül a Békés Csaba. Pantovics fog bejönni. Az a Pantovics, akit most igazolt a Békés Csaba. Jöhet tehát a hatodik szöglete a KBSC-nek, ezúttal is a bal oldalról végezhetik el. 88. perc a mérkőzésen, 1-1 a mérkőzés állása, és lesz ott valaki, aki hozzáér barcikai részről. Fótyik próbálja meg lefejelni, Gábor előrúgják el, és erre már is megint lecsap, Mikló nem tudja hazafejelni, Horvátnak kell jönnie, elhúzza a lábát, ez 11-es és piros lap is. Sajnos utolsó ember volt, de lehet, hogy kívül történt az eset, nem belül volt az szerintem, a büntető területen belül, mivel Horváth utolsó ember volt, ez gyakorlatilag akár piros is lenne, megúszta. Schindler ezt reklamálja pontosan, hogy utolsó ember volt Horváth, mondjuk Mikló is ott volt hátul, tehát mérlegelhetett a játékvezető, Horváth megúszta egy sárga lappal, nincsen már Kovács, aki az első számú büntetőrúgója a vendégeknél. Így tehát most másnak kell elvégeznie a büntetőt. Pilán Marko, azt hiszem, hogy ő az, aki neki fut. És Horváthnak már ez a negyedik 11-es, amire figyelnie kell. Két forduló alatt. Ezen azért jó lesz elgondolkodni, hogy vajon mi történne. Jól indult itt a második félidő, hiszen ugye vezetés szerzett a Kazincz Marcika, és rosszul fejeződhet be, amennyiben berúgja ezt a 11-est is. Majdnem meg volt Horváthnak, tette, majdnem meg volt. Az nem volt meg, Pantovics értékesítette a büntetőjét. A csabai szurkolók és a csabai kispad megőrül. 89. percben Horváth össze az egy 11-est, ezúttal jól érzi a sarkot. De a szabálytalansága miatt a büntetőt értékesíti Pantovics, aki csereként lépett pályára, 2-1 a Békés Csaba javára. Azonban a hazaiak gyorsan reagáltak, és első akciójuk már gólt is eredményezett. A 10. percben Pilán Márkó beadása után Bidzia Anton érkezett és lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel megszerezve a vezetést. A félidő folytatásában inkább a vendégek kezdeményeztek, de csak labdabirtoklási fölényig és távoli kapura lövésekig jutottak. A Békés Csaba a 69. percben duplázta meg előnyét, Nikola Pantovics szögletét követően Faragó Tomás előzte meg védőjét és fejelt a kapu hosszú oldalába. A csabaiak gyorsan válaszoltak, 6 perccel később egy hazai szögletet követően Szalai Dániel fejelt a vendégek kapujába. A házigazda lendületbe jött, és a 35. percben Kovács Ádám pontos lövése után már a Békés Csaba volt előnyben. Egy lehetőség, Kovács gól! A 35. perc végén Kovács nagyon jól találja el jobb belsővel a labdát. A Békés Csaba ezt követően is támadásban maradt. A 65. percben Király Patrik 17 méteres lövésével ismét a hazai csapat állt jobban. Király a ballábán, és az azt jelenti, hogy gól! 17 méterről Király újra megszerzi a vezetést a csabaiaknak egy remek kombináció végén.
A 22-es számú Kovács Ádám Tibor értékesített. A Békés Csaba 7 perccel később szerezte meg a vezetést. Németh Milán hibája után Faragó Tamás harcolt ki egy büntetőt. A 11-est Kursány György magabiztosan értékesítette. A 79. percben Gréci lövését még védte a haladás kapusa. Nikola Pántovics viszont értékesítette a kipattanót, így újra a Békés Csaba jutott előnyhöz. A hazaiak a 67. percben egyenlítettek. Kovács Ádám legurítása után Hursány György lőtt a bal felső sarokba. Lement a túloldalon Bizzilia, ezen az oldalon pedig jelzik a cserét, és Gréci be is jött a pályára. Sajnos kényszerű csere a hazai oldalon is. Pabunyász fejjel, Pantovics. Pantovics, Gréci a frissen beállt, Gréci, gól! Fél perccel ezelőtt állt be Gréci, és az első labda érintéséből gólt szerez. A 64. percben megszerzi a vezetést a Békés Csabai csapat. Micsoda csere! A Békés Csaba a 35. percben szerezte meg a vezetést, Hursán centerezésére Gréci Márton érkezett és passzolta a kapuba a labdát. A támadó egy hete is győztes gólt szerzett a Budaörs ellen, találatával pedig a félidőben megértemelten vezetett a hazai csapat. A Békés Csaba nem adta fel a mérkőzést, ennek pedig meg is született az eredménye. A 94. percben Királyi ívelte középre a meccs utolsó szögletét, középen pedig Tóth Dániel érkezett, aki a kapuba fejelt és kiegyenlített. A csabaiak azonban nem így gondolták, a 42. percben Szalai ment el a jobb oldalon, beadására Kovács Ádám érkezett, aki a bal alsó sarokba lőtt és kiegyenlített. Három perccel később már ő sem segített, Gréci Márton lövése a jobb kapufáról pattant a kapuba, így átvette a vezetést a Békés Csaba. A 82. percben végleg eldőlt a három pont sorsa, Pantovics szabadrugása után Mészáros Márk fejelt a kapu bal oldalába, ezzel kialakította a 3-1-es végeredményt. Majd az 5. percben büntetőhöz jutottak a vendégek. Egy gyors akció végén Kenderes szabálytalankodott Grécivel, a 11-est Hursán értékesítette. 6. perc, 0-1. A 10. percben már 0-2-t mutatott az eredményjelző. Pantovics szánta el magát lövésre a bal oldalról, a spiccel eltalált labda elkerülve a védőket és Horváth kapust a bal kapufáról pattant a hálóba. 0-2. Nem volt elég, hogy a 75. percben aztán Nagy Erik jutott a kiállítás sorsára, miután lerántotta az egyedül kilépő Tótot. A 77. percben már is büntetett a Békés Csaba. Egy kipattanót már is futtából 15 méterről bombázott a kapuba. 1-3. Olá válaszolhatott volna rögtön, lövése nem sokkal tévesztett célt. A 93. percben már is állította be a végeredményt. 1-4.